Jó estét kívánok, Ferkó Dániel vagyok. Önök a tegnapi történelmet látják. 50 éve, 1968. augusztus 20-án indított katonai inváziót a Szovjetunió a Varsói Szerződés 4 tagállamával együtt Csehszlovákia ellen, miután az Alekszandr Dubček pártfőtitkár által meghirdetett reformok nyomán úgy tűnt, a közép-európai állam megpróbál kiszakadni a szocialista blokkból. A hadművelettel Moszkva Magyarországot is megalázta, hiszen a magyar néphadseregnek éppen a többségében magyarok lakta felvidéket kellett megszállnia. Ma a 68-as prágai tavasz végnapjait idézzük fel. Stúdióban szeretettel köszöntöm Tóth Eszter Zsófia történészt, a Veritas munkatársát, és Keresztes György egykori honvédot, aki maga is részt vett Csehszlovákia lerohanásában. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Amikor 68-as prágai tavasz kerül szóba, akkor nehéz nem gondolnunk nekünk magyaroknak az 1956-os forradalomra, hiszen mindkét esemény a szovjet diktatúra elleni lázadás volt. De amíg 56-ban azt láttuk, hogy bőrcseki is, gépkarabélyos, kemény fiúk véres harcokban harcoltak az orosz katonákkal, addig 68-ban például Prágában egy teljesen más kép tárul elénk. Milán Kundera, híres cseh író mutatta meg ezt a képet. Azt látjuk, hogy csinos prágai lányok miniszoknyában csókokat dobálva provokálják a szexuálisan kiéhezett orosz katonákat. És fegyveres harc nem igazán van. Mi az oka annak, hogy ennyire különböző formát öltött ez a két lázadás ugyanazon szovjet rendszer ellen? Pontosan így van, és ez nem véletlen. Az egyik fő ok az, hogy megváltozott a világ, 68-ban vagyunk, és ne felejtkezzünk el arról, hogy azért itt más szabadságmozgalmak, Amerika háború ellenesség is köthető ehhez. Ami viszont még nagyon fontos, a Dubček személye, aki egy emberarcú szocializmus szeretett volna, ez azt jelentette, hogy meg szerette volna reformálni azt, amit nem lehetett. Itt egy pillanatra érdemes kitérni arra, hogy Dubček személyisége olyan volt, hogy őt erre az emberek alkalmasnak tarthatták, nagyon népszerű volt. Egy pici személyes szállat, ha megenged a műsor, amikor 89-ben én kamasz voltam, és akkor térhetett vissza Dubček a televízióba. Éppen látják a kedves nézők őt is a... Igen, de amikor Dubček akkor térhetett vissza a televízióba, és azt lehetett látni, hogy megöleli a tömeget, és az emberek sírnak. És engem akkor ez kamaszlányként nagyon megfogott, hogy van itt egy olyan ember, akit ennyire szerettek. Mert ugye azt tudjuk, hogy Dubcseket utána félreállították, nagykövetté tették, bíztak abban, hogy esetleg nyugatra emigrálni fog, de nem tette meg. És ezért is tudott ő aztán később a rendszerváltás emblematikus alakja is lenni. Miért lett ő szálka a szovjetek Brezsnyev szemében? Mivel húzták ki ennyire a gyufát a csehszlovákok, hogy lerohanták őket? Tehát mit akartak ők megváltoztatni pontosan? Hát magát ugye a rendszert, és a rendszernek emberarcot próbáltak adni. Itt köthető van egy 2000 szó nevű kiáltvány, ami a beavatkozás közvetlen előzménye volt, de gyakorlatilag egyszerűen tehát piaci alapokra helyett szerezték volna a szocializmust. Ez azért fontos, mert ez egy nagyon picit nem csak egy gazdasági reformokat jelentett, hanem egy picit pluralizmust, akár több pártrendszer bevezetését is. Tehát az, hogy az embereknek minden tekintetben könnyebb lehessen az életük. És ezt a szovjet diktatúra soha nem viselte el, hogyha a csatlós államok megpróbáltak így fellázadni. Mielőtt a katona szerepét megvizsgáljuk, hogy egy magyar katona hogy élte ezt meg, elevenítsük fel, hogy hát a Szovjetunió oldalán részt vett a magyar néphadsereg is Csehszlovákia lerohanásában, elevenítsük ezt fel az Echo TV híradójának segítségével. A Szovjetunió vezette Varsói Szerződés 5 tagállamának hadseregei 1968. augusztus 21-én rohanták le Csehszlovákiát, hogy véget vessenek a prágai tavaszként ismert politikai és gazdasági reform folyamatnak. Moszkva a csehszlovákiai eseményeket mindössze 12 évvel az 1956-os magyar forradalom után a szocialista tábor számára rendkívül veszélyesnek minősítette. A legvéresebb összecsapás a Csehszlovák Rádió prágai épületénél játszódott le, itt 17 ember halt meg. Láttuk ezeket a tankokat, hogy hogyan dübörögtek végig Prága utcáin, viszont azt is tudjuk, hogy a csehszlovák hadsereg nem állt ellent. Tehát konkrét katonai fegyveres összetűzés nem volt. György részt vett a hadműveletekben,
katonaként ott volt. Az, aki érdekelne, hogy mit csinál egy katona, mit csinált a magyar katona akkor, amikor azt látja, hogy az ellenfél nem bocsátkozik harcba, nem áll ellen? Hát először talán hadd térjek vissza a bevezető gondolathoz, a 56-tal való összehasonlításhoz, mikor az első tömegtüntetéssel találkoztunk, és körbevették a felderítő úszógépkocsinkat, akkor megkérdeztek, hogy miért jöttetek, és akkor a századparancsnokom, aki egyébként nálam 6 évvel volt, akkor idősebb érsekújvári születésű volt. Ez a Felvidéken volt? Önöknek ez volt a feladata? Igen, akkor azt mondta, hogy visszahoztuk azt a 25 ezer gumibotot, amit 56-ba küldtetek. Ez volt a válasza. És hát azért kevesen tudják, hogy 56-ban azért a csehszlovák hadsereg felsorakozott azért a határon, és ők jöttek volna Novotné felajánlotta, csak akkor éppen nem kellettek. Most a Kunderára visszatérve, nekünk nem volt ilyen szerencsénk. Most hát visszatérve, csak maradjunk ennél nagyon fontos ötre. Tehát revansvágy volt a nem, magyar katonában 56 miatt? Nem. Jól értem? Tehát hadd mondjam, hogy nem lehet az egész hadsereget beskatujázni, nem egy homogén társaság volt ez, még a tisztek sem. Csak annyit mondanék, hogy mikor már a megindulási körzetben voltunk, mi a 11. gépkocsizó lövészezred, történetesen Pásztor környékén, akkor megjelentek már a politikai munkatársak, akik más helyről jöttek, tartalékosok voltak, és ilyen foxi-maxi színvonalon, én nem voltam az, csak mondják, hogy milyen volt, tartottak előadásokat, hogy mi történik tulajdonképpen Csehszlovákiában. Én kérdeztem, hogy nem lehetne esetleg egy új szót kapni, mert hogy akkor jobban tudnánk tájékozódni, hiszen mi találkozni fogunk a lakossággal, hát felderítőként. Hogy fogadták önöket a felvidéki magyarok és a együtt élő szlovákok például? Vegyes volt. Ugye az nem mindig derült ki, hogy melyik szlovák, melyik magyar, mert a szlovákok is elég jól beszéltek magyarul, ha akartak. Most ők is hát megosztottak voltak balosok, voltak kevésbé azok. Mondjuk az első ilyen élmény az volt, amikor hát ugye mi körülbelül egy olyan fél órával megelőztük az utánunk jövő első lépcsőt, és egy város szélén két férfi stoppolt, megálltunk, és hát rögtön felajánlkoztak, hogy akkor majd ők vezetnek minket, és remektek a félelemtől. Tehát ők menedéket kértek volna tőlünk, és hát... Magyarok voltak? Magyarok beszéltek, és hát úgy kellett lerázni őket, hogy mi nem foglalkozunk. Mitől féltek? Hát a saját reformereiktől, én szerintem. Tehát azért volt belső feszültség önálluk is, és hát elég nehéz volt őket levakarni a harcjárműről, mert be akartak tolakodni, és ilyen is volt. Most volt olyan is, hogy... György, visszatérünk még erre, csak érdekel, hogy egy 500 ezer ember, félmillió megszálló nyomult be Csehszlovákiába augusztus 20-a utáni napokban idegen elemek. Mi az oka annak, hogy nem fogott fegyvert a csehszlovák hadsereg, és nem próbáltak harcolni? Igen, erre ki is szerettem volna térni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az történt, hogy Dubčeknek megüzente a szovjet vezetés, hogy amennyiben bármilyen ellenállás lesz, akkor ő lógni fog, tehát akkor őt fel fogják akasztani. Itt érdemes arra az előzményre picit kitérni, hogy neki több tárgyalása volt Kádár Jánossal, és Kádár eleinte pártolta őt, de hát aztán később őt is elárulta, hogy ugye Rajk Lászlót vagy Nagy Imrét. És itt fontos például, hogy volt ugye az Árcsernyői találkozójuk is, és a végén már Kádár is azért picit próbálta figyelmeztetni arra a Dubčeket, hogy itt bevonulást lesz, akkor, amikor ő erről már pontosan tudott. Ez egy nagyon fontos dolog, ezért nem volt ellenállás, illetve szerintem érdemes egy picit arra is kitérnünk, hogy milyen áldozatok voltak. Ugye magyar részről a magyar katonák között is volt, aki maradandó sérülést szerzett, tehát egész életre szólott, halálos áldozat pedig úgy volt, hogy egyikük szívinfarktust kapott, a másik pedig a tankkal balesetet szenvedett, tehát nem a harci cselekmények kifolyamból. Hogy ez behozta, és hogy volt, aki meghalt. Én azt olvastam, hogy gyakorlatilag augusztus 20-át követő napokban, mondjuk szeptember elején olyannyira nem voltak harcok, hogy a fegyelem megbomlott, a katonák nem tudtak magukkal mit kezdeni, és hogy itt elsült egy fegyver, miközben a honvéd próbálta megtisztítani a fegyverét, de hogy a figyelem annyira lelankadt,
hogy ebből emiatt fordultak elő ilyen esetek, hogy kocsmázni mentek, hogy nőket hajkúráztak, és hogy egy ilyen kempingezéshez kezdett hasonlítani ez az egész dolog, ez megáll? Hát nem teljesen. Egyébként még annyit szabad hozzátenni a Eszter mondandójához, hogy szerintünk, katonák szerint a legfontosabb az a pozsonyi találkozó volt, ugye a hat párt aláírt egy közös nyilatkozatot, amiben lényegében a Brezsnyev doktrinát elfogadták, ami a korlátozott szuverenitásra vonatkozott, és akkor történt az a máig tisztázatlan dolog, hogy kik írták alá azt a meghívó levelet, aminek alapján mi bevonultunk. Akkor mit csináltak? Na most, amikor bevonultunk, tehát ugye az első napokban, amikor el kellett foglalni a csehszlovák helyőrségeket, az nagyon izgalmas, az kemény dolog volt. Utána már jöttek a lazább feladatok. Nekem szerencsém volt, mert járőröztünk, és jókat kirándultunk. És hát erre utaltam az előbb, de ez korábban se volt. Tehát ugye a csehszlovák hadsereg parancsot kapott, Szvoboda volt akkor a hadseregtábor, a hadsereg vezérkari főnöke, jól emlékszem, és ki volt adva parancsba, hogy nem állhatnak ellen. Na most mindenféle legendák vannak, hogy hogyan miképpen történt a lefegyverzés, hát sokat lehetne beszélni, de tulajdonképpen mi úgy mentünk be a csehszlovák laktérbe, mi történetesen a vágóhelyi híradótisztiskolát foglaltuk el úgy, hogy álltak a csehszlovák tisztek a kapuba és trigulázták, hogy vonulunk befelé, és akkor a századparancsnokom leadta rejtjelezve, hogy mi a fejlemény. És akkor kaptunk egy ukázt, hogy akkor hátul harckocsi törje ki a kerítés, forduljunk meg, soroljunk be újra. Úgyhogy ez megtörtént, és akkor még egyszer bevonultunk, aztán szépen húzták a strigulákat. Tehát volt benne nagyon sok hadműveleti felkészültség, tehát a tisztjeink azért felkészültek voltak. De bocsánat, nem arról volt? A csehek meg nem álltak ellen. Igen, de épp emiatt az ellennemállás miatt van mai napig az emberekben is, hogyha hallanak kell, hogy ez ami groteszk, tragikomikus történet volt, hogy a magyar néphadsereget egy olyan helyzetbe hozta a saját vezetése, hogy hát azon kívül, hogy leköbdösték őket sok felvidéki városban, Érsekújváron, a szlovákok, takarodjatok haza, magyarok, mit kerestek itt, nem hívtunk benneteket. Ezen kívül kirándulás volt, kempingezés, ahogy György is említette, tehát egy abszolút feleslegesnek tűnő dolog, és hogy ki tehetett erről a felelősök, Kádárék lehettek, miért szolgáltatták ki a hadsereget egy ilyen helyzetnek? Hát itt ugye szimbolikus az egész jelentősége, tehát itt az a lényeg, hogy Magyarország a bevonulók között volt. Kádár János nem volt olyan helyzetben, hogy ő ellentmondhatott volna Brezsnyevnek, mint amit ugye előbb György is utalt erre. Ami nagyon fontos, két nagyon jó film van erről, ahol szintén katonák emlékeznek vissza, az egyik a Balogh Zsolt 68, a másik pedig Domborovszki Lindának a Piros rózsája, és ott például ugye azt mondják a katonák, szintén ezt, hogy a tanácstalanság, és hogy nem tudták, hogy hova viszik őket, és hogy ez egy óriási feszültség volt az első napokban, és hogy lőni kell, használni kell a fegyvert, és hogy voltak itt a mozdonyvezetőt a mozdonyról rángatták le, akinek be kellett vonulni. És ami nagyon fontos, hogy tényleg mivel teltek ezek a napok, azért vannak olyan források is, hogy örültek a felvidéki magyarok, mert hogy azt hitték, hogy ez azt jelenti, hogy visszakerül Magyarországhoz, az a felvidéki rész. Másrészt pedig volt, ahol segítettek a mezőgazdasági munkákban, tehát hogy akkor úgymond már töltsék értelmesen az időt. Lehet látni ilyen fotókat, hogy aratnak, udvarolnak helybeli lányoknak, tehát ezek megvannak. Archívumban láttam ilyen fotókat. Hát mi viszont olyan híreket kaptunk, hogy mondjuk azért voltak rádiófelderítési feladatok, és mondjuk egy hozzánk vezényeltek egy helikoptert, aki segített megtalálni a rádióadóvevőket, amiket semlegesíteni kellett. Kellett foglalni a rádió átjátszó állomásokat, és ott előfordult több helyen, hogy hát a magyar lányok annyira nem voltak acélak, mint ahogy Kundera írja a Prágáról, de ahol beszélgettek magyar fiúkkal, ott bizony előfordult, hogy utána a szlovákok levágták a magyar lányok haját, úgy, ahogy a francia
történelemből ezt ismerjük. Tehát azért módjával kell kezelni azért ezeket a dolgokat. Most, hogy mivel töltöttük az időnket? Tehát azért kicsit ez olyan flotta demonstráció volt talán, hogy jöttünk, mentünk, mozogtunk, megmutattuk magunkat, hogy ott vagyunk. Most azért ennek lehet, hogy volt valami következménye, ezt utólag okoskodom, ezt akkor nem tudhattuk természetesen, hogy szeptember 21-én terjesztették elő azt a alkotmánymódosítást, amivel a magyaroknak a közösségi jogait elismerték. Akkor, amikor még benn voltunk. Kijöttünk, a következő héten módosították. Ja, október 23-án vonultak ki a magyar csapat. Zsófia, Eszter beszélt, bocsánat, Kádár Jánosról, hogy ő egy nehéz helyzetbe került, tehát egyfelől támogatta volna a Dubcsek-féle reformokat, de kénytelen volt Brezsnyevnek engedni. Hogyan élte meg ő ezt a beszorított helyzetet, és pletykák szerint öngyilkos akart lenni, igaz ez? Erre mondjuk levéltári forrásunk nincsen, illetve hát ezt semmilyen interjúban, visszaemlékezésben nem beszélt erről, pedig ha ez mondjuk egy lehetséges változat lett volna, akkor lehet, hogy az utolsó beszédében Nagy Imre mellett mondjuk 89-ben erről is beszél. Én ezt nem annyira hinném. Ami érdekes, hogy amikor jönnek haza a katonák, az a tábla várja őket, nem tudom, György, erre emlékszik el, hogy internacionalista kötelezettségüket teljesítő magyar katonáinkat ismét üdvözöljük Magyarországon, és még egy dolog, hogy utána Kádár János ugye sokáig nem szólalt meg a nyilvánosság előtt, és az első beszédét a bevonulásról a budapesti Harisnyagyárban tartotta 68. október 25-én. Hát a fogadás az több részletben zajlott. Én a Győrit ismertem, ott a Cinege tartott a beszédet, az eléggé vonalas volt. Viszont ennél fontosabbnak tartom a Cséminek a zalaegerszegi beszédét, ugye mi zalaegerszegi hadosztály voltunk, én nem voltam ott, mert mentünk haza Kanizsára. De ő azzal zárta a beszédét, hogy mindezek után senki ne higgye azt, hogy egy győztes hadjáratból tértünk vissza. Lehet, hogy nem szó szerint mondom, de hát ő helyre tette ezt, hogy azért ne legyünk túlzottan büszkék. Épp ezt a kérdést szerettem volna feltenni egy közös kérdésként, hogy magyar szempontból hogyan lehet megvonni ennek a furcsa hadjáratnak a mérlegét. Hát látjuk ezt a helyzetet, hogy bevonulnak a katonák, ám de nincs ellenállás, Kádár egy beszorított helyzetbe került. Tehát ez egy kudarc, ez a hadjárat, vagy lényegében siker, mert sikerült a csehszlovákokat megfékezni. Én úgy gondolom, hogy ez egy kényszerűség volt, tehát azoknak a katonáknak is. Ugye ez volt gyakorlatilag az egyetlen hadművelet a szocialista időszakban, ami tényleges hadművelet volt. Hiába voltak itt ugye Varsói Szerződés keretében hadgyakorlatok. A katonák, a hivatásosok is tudták, hogy ezzel nem nagyon lehet szembe menni. Voltak azért olyanok, akik nyilatkozatot írtak a bevonulás ellen, azok utána meg is ütötték a bokájukat, illetve olyan sorkatona, aki dezertálni próbált, tehát annak is nagyon súlyos következményei voltak. És hát még egy, ami nagyon fontos, hogy 89-ig erről nem lehetett beszélni. Ugyanúgy, ahogy nem lehetett beszélni a gulág élményekről, a hadifogságról, ez is egy tabu téma volt. Egyébként még annyit, hogy egy saját élményem, Pöstjénbe járőröztünk, és egy jó szituált idősebb hölgy mondta, hogy hát azért de jó, hogy ti jöttetek. Tehát azért bennünk azért az megvolt, hogy ha mi ott vagyunk, akkor mi azért a hágai egyezmény szellemében azért a civil lakosság a magyarokkal úgy bánunk, ahogy az illik. Tehát, hogy mondjuk jobban örültek, hogy a magyaroknak, igen, és nem az oroszok, igen, például. Hogy nem, persze. Hát meg a bolgárok is nagyon kemények voltak állítólag. De ekkor már a megerőszakolás történetek már ismertek voltak a II. Világháború után, hát, hogy a hát igen. Egy dolgot itt még hozzátennék, hogy egy olyan bolgár katona áldozat van, akit ugye agyonvertek a helyi lakosok, és azért ez tényleg nem véletlen, hogy ilyen magyar katonákkal nem fordult elő. A felvidéki magyarságra nézve 68-nak milyen következménye volt? Csattant-e rajtuk az ostor emiatt a későbbiekben, azért, mert a magyarok bevonultak oda Csehszlovákiába? Én úgy gondolom, hogy nem emiatt, tehát természetesen bennük ébredt akkor egy remény, aminek sajnos el kellett halnia, hanem amiatt, hogy aki Dubcsek helyett jött, ugye Gusztáv Huszák, egy nagyon kemény vonalas és magyar ellenes politikus volt, és hát ennek megfelelően volt nagyon nehéz a felvidéki magyarság helyzete. És hát azt azért láttuk, hogy a cseh-magyar, vagy akár a szlovák-magyar viszonyban
68 is ott volt, mint feszültség, és mindenféleképpen meghatározta a továbbiakat, a későbbi évtizedeket ebből a szempontból, de ez egy már egy másik adás témája és története lehet. A mai adásunkban ennyi fért. Vendégeinknek köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. A jövő héten ismét várom Önöket a tegnapi történelemmel. Ne feledjék a tegnap már történelem, amint az sem, hogy adásainkat, amint ezt is visszanézhetik az EKO TV honlapján. A viszontlátásra!